Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Székely helyen, Ahogy már szokásba jött, kérek mindenkit, hogy a darma beszédünket kezdjük egy olyan mantrával, amely rendkívül egyszerű és segít ide megérkezni. Ez az Om Nám mantra, amely az univerzum a maga tisztaságában. Ezt recitáljuk el hétszer. Om. Köszönöm szépen. Az ember azt gondolná, hogy jön egy tanító és lehozza neked a csillagot az égről, vagy ha nem, hát új holdat teremt, és a kezedbe adja a megoldást. Az összes olyan problémára, amelyet eddig magadban hordoztál, és idehoztál. És amikor a tanító nem tesz csodát, akkor csalódunk. Mire jó hát a zen? Miért érdemes meghallgatni egy előadást? Mi a szerepe a tanítónak a gyakorlatodban? A legjobb tanítás is csak annyit tud, mint a helyes irányba mutató új, amely, hogyha a holdat keresed, rámutat a holdra. De nem fogja a holdat lehozni az égből. Az ott jó, ahogy van. Az utat járni kell. Beszélni lehet róla, térképet lehet róla készíteni, sőt, jó térképet kell készíteni, hogy ne tévedjünk el. A helyes tanítás sosem veszi el az önállóságodat. Mindig megtartja azt az autonómiát, amely már eredetileg a tiéd. És erre az autonómiára nevel rá. Erre az önállóságra szoktat. A szellemi önállóság neve a mahaján a buddhizmusban, és így a zenben is a buddha természet. A megvilágosodás lehetősége az a fajta felébredési képesség, amely mindegyikünk sajátja. És ennek illusztrálására elhoztam egy olyan tanítást, amely Sákyamuni Buthától mostanáig szerves része a mahaján az ennek, és enélkül nem lehet elképzelni a gyakorlatot. Ezt úgy hívjuk, hogy a nemes nyolcrétű ösvény. A nemes nyolcrétű ösvény tehát útmutatás ahhoz, hogy hogyan kerüljünk ki a szenvedésből. Egy nagyobb tanítás része, amelyet úgy hívunk, hogy a négy nemes igazság, amelyben a Buddha, Moné, megmutatta a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetés útját. A szenvedés ténye rendkívül nyilvánvaló, olyat szeretnénk, amit nem lehet. Szeretnénk tökéletességet, örök életet, vesztességmentességet, Nagyjából minden legyen jó, én legyek boldog, a többi meg mindegy. És ez a fajta nézőpont elkerülhetetlenül szenvedéshez vezet, mert amit megszereztél, az elmúlik, amit megteremtettél, az megváltozik, és amit tökéletesnek szeretnél, az nem lesz tökéletes. Tehát a születés, öregség, betegség és halál, ez annak az életnek a része, amelyet mi mindannyian élünk. Nincs olyan élet ezen a Földön, amely kivétel lenne ez alól. A jelenségek elégtelenek egy idő után, múlandóak, ezt elég hamar belátjuk, és más jelenségektől függenek, tehát nem szigetelhetők el, nem emelhetők ki, nem mondhatjuk azt, hogy önálló lényeggel bírnak. És akkor meglátjuk a szenvedés okát. Meglátjuk azt, hogy olyat szeretnénk, amit nem lehet, olyat viszont nem szeretnénk, amit lehet. Pedig rá lehet erre ébredni, fel lehet ismerni a törvényt, a darmát, amely szerint az univerzum működik, beleértve a lelkünket és a másik ember lelkét, és így lehet helyesen cselekedni, helyesen beszélni, helyesen gondolkodni, helyesen érezni és éreztetni. És ez a helyes, 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 ez a szenvedés megszüntetésének az útja. És itt jön be a nemes nyolcrétű ösvény, amely gyönyörűséges tagokat tartalmaz, kezdődik a helyes szemlélettel. Ezt a tan a legelejére teszi, szerintem ez lehetetlen. Tehát hogyan legyen helyes szemlélet, amikor te még nem csináltál semmit, csak rájöttél arra, hogy baj van. Kinyílik a liftajtó, megjelenik az a szó, hogy time, idő. És ez az az idő, amiből nagyon kevés van hogyan legyen helyes szemlélet, ha még csak arra jöttél rá, hogy boldog szeretnél lenni, csak nagyon ritkán sikerül, nagyon rövid időre, a többi meg küzdelem. Tehát a helyes szemlélet az már akkor van, amikor egy csomó egyéb teljesült. Például helyes elhatározás. Én szeretném ezzel kezdeni. A helyes elhatározás az, hogy másképp döntesz, mint eddig. Mert látod, hogy az eddigi döntéseit hova vezettek, milyen beszédet, gondolatot, érzelmet és cselekedet eredményeztek, és másképp szeretnél dönteni. Még egyéb nincs. De ha másképp döntesz, akkor már lehet, hogy másképp szólsz. És a következő tagja ennek a nemes nyolcrétű ösvénynek a helyes beszéd. Helyes elhatározás, helyes beszéd, és előbb-utóbb akkor helyes cselekedet is következik belőle. Hogyha a helyes cselekedeteket és beszédet egymás után teszed, és szokás lesz belőle, ez lesz a helyes életvitel. Onnan veszed észre, hogy kevesebb hibát követsz el. Kevesebb szenvedést adsz és kapsz. És a helyes életvitelből harmonikus családi élet, párkapcsolat és egyéni benső világ lesz, de ehhez egy csomó mindenre még szükség van. Hogyha belül nem tisztítod ki a tudatodat, akkor az nem lesz világos pillanatról pillanatra, hogy mi a helyes. Ez egy nagyon érdekes tan, nem mondja meg neked, hogy mi a jó és a rossz, hanem pillanatról pillanatra ismert föl, hogy mi az, ami szenvedéshez vezet, versus mi az, ami boldogsághoz vezet. Mit kell mondanom ahhoz, hogy az igazsághoz híven, mással és magammal egyaránt őszinte legyek? Mit kell tennem ahhoz, hogy másnak és magamnak egyaránt hasznot hajtsa? Hogy ne mástól kelljen elvenni, mert előbb-utóbb akkor más is elvesz tőlem. Tehát mi a helyes? Ha a tudat nem tiszta, hogyha bele vannak vésve dogmák, nézetek, abstrakciók, akkor ezek fogják a helyes látást akadályozni. Tehát erőfeszítést kell tennünk, Valamit gyakorolnunk kell ahhoz, hogy tisztán lássunk és megállapítsuk pillanatról pillanatra, hogy mi a helyes. És hogyha ez megvan, akkor ebből egy helyes jelenlét lesz. Éber, tiszta tudat, megfelelő jelenlét egy adott térben, adott időpontban és egy adott kapcsolatban. És itt lesz nagyon érdekes az éberség, mert ebből lesz egy olyan jelenlét, amelyhez mások tudnak kapcsolódni. Nézd meg, hogy hányszor burkolózzunk be a saját gondolatvilágunkba, vagy az érzelmeink felhőjébe, és nagyon kevéssé vagyunk jelen. Mert valahová a gondolkodásunk, az érzelmeink kivetítettek minket, és mi félig meddig ott vagyunk. Ott vagyunk a saját mozitermünkben, az álomvilágban, legyen az az álom jó vagy rossz, kellemes vagy kellemetlen, de annyira megszoktuk, hogy abban vagyunk benne, hogy ott keressük a megoldást, hogy nem vagyunk éberek és nem vagyunk jelen. Pedig ha gyakorolnánk, hogyha az egyszerű és tiszta tudatot elérnénk, akkor helyes jelenléttel lennénk itt. Tisztán látnánk, tisztán hallanánk, tisztán gondolkodnánk, és így a viszonyaink is letisztulnának. Az emberi kapcsolatok a legbonyolultabbak a világon. Azt hiszük, hogy ezek a hatalmas komputerek és szerverek és hálózatok a legbonyolultabb dolgok? Nem. Ezek nagyon kiszámítható infrastruktúrák. A legérzékenyebb, legösszetettebb, legmegjósolhatatlanabb dolog az az emberi kapcsolat maga. És nézzük meg, hogy mennyire szükségünk van a másik emberre. És reméljük azt, hogy ránk is szükség van. De mennyire látjuk tisztán a másik embert, vagy a családunkat, az emberi környezetünket. És hogyha magadat mered belül tisztán látni, akkor a másikat is fogod. Ahol hazudsz magadnak, ott a világ is hazudni fog neked. Ahol torzulsz belül, ott a másikat is torzul látod. És hogyha visszafordítod az élményeidet, és visszanézed a forrást, hogy miért érnek támadások a világból, mindig ugyanabból a szögből, akkor az az a karma, amit még nem dolgoztál föl. Itt hiányos még az önismereted. Itt ragaszkodsz még ideákhoz, elképzelésekhez, illúziókhoz. Bizonyos kapcsolattípusokat nem viselsz el. Hát azok a frekvenciák még nincsenek nyitva érzelmileg és gondolatilag. Nem tudsz helyesen reagálni, nem tudod elviselni, hogy a közeledben ilyen és ilyen ember van. És ez egy rendkívül fontos realizáció, hogyha a tudat kitágul, hogyha megszűnik állandóan mozogni, hogyha tiszta, tükörszerű mi voltát gyakorolja, akkor az emberi kapcsolataink is javulnak. És erre gyönyörű példák vannak. Akik gyakorolnak, azok erre képesek. És így harmonikus szanga életet tudunk létrehozni ezen keresztül harmonikus családi életet élhetünk, akármennyire is ellentétesek vagy diszharmonikusak voltak a viszonyaink. És ez mind a helyes éberségből, illetve a helyes gyakorlatból következik, hogy úgy látom magam, ahogy vagyok. És ezért kész vagyok a másikat is úgy látni, ahogy ő van. Ekkor az egymás útját segítő emberekké válhatunk, ahelyett, hogy egymást akadályoznánk. Ennek a gyakorlati megvalósítása a helyes elmélyedés. És most értünk végig úgy, hogyha helyes elmélyedés, helyes meditáció az életünk része, akkor megvan a helyes szemlélet. És a helyes szemlélettel utána újra lehet ezt az egész kört kezdeni, és akkor helyes beszédet hallasz. Megfelelő helyen vagy megfelelő időben. Hányszor érezzük azt, hogy én nem csináltam semmit, csak rossz helyen, rossz időben voltam. Hát ilyen nincs. Mi hozott téged oda? Mi volt az a jelenlét? amit te oda bevittél, gyakoroltál előtte, lepucoltad a tükrödet, tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkozz, tisztán érzel, helyesen beszélsz, helyesen cselekszel. Nagyon sokan szeretnénk ezt előre lezsírozni, előre tudni, dobozba rakni, és néha fölnyitni, és így kiskanállal kivenni belőle, mint egyfajta elég szírt, és akkor azzal mi boldogok leszünk, mert az elmélet előbb-utóbb majd követi a gyakorlatot hogy a gyakorlat követi az elméletet, amelyeket szeretjük, és kiderül, hogy nincs ilyen. A zenben nem osztjuk ketté a gyakorlatot és az elméletet, hanem észrevesszük, hogy ugyanazon éremnek a két oldala a cselekvés és a beszéd, a gondolkodás és a tett, a tudatosság és az energia, a jelenlét és az együttlét. Tehát ezek nem szétválaszthatók, de szemlélhetők egyik vagy másik oldalról. De annyit tudj, hogy megváltozik a tudattartalmad, a lélektartalmad, és megváltozik a jelenléted is. Megváltozik a tudatosságod, megváltozik a cselekvőképességed is. Főjebb emelkedsz az éberség skáláján, mert helyesen meditáltál, helyesen gyakoroltál, javul az életminőséged, javulnak a kapcsolataid. És így a tudat elérhet egy olyasféle transzcendens állapotot, amit az egység tudatnak hívunk. Ez mindenkinek a lehetőségei közé tartozik, ahogy ezt elmondtam a bevezető elején. És most az energia oldaláról szeretném ezt megközelíteni. Amikor a helyes eltűnik, akkor megjelenik a jó és a rossz, mint előírt kategória, mint abszolút érték és szétesik a világ egy csomó nullára és egyre. És ekkor az energiaszintünk csökken. Mindenki hozott magával ide energiát, amikor megszületett. Ezt eredeti energiának, koreaiul von hívjuk. Látsz gyermekeket, akik nagyon élénkek, tehát rengeteget hoztak belőle, nagyon intelligensek, nagyon gyorsan tanulnak, tehát van miből finanszírozni az érzékelést, a gondolkodást, az érzelmeket, a cselekedeteket. És vannak olyanok, akik lassabban nőnek, kevesebből gazdálkodnak, és mindenki értékes, de mindenki más lélektartalmat hozott le. Nincs két ugyanolyan lélek, nincs két ugyanolyan ember, nincs két ugyanolyan gyerek, mert a vonginek van információ és energiatartalma egyaránt, és ilyen módon különbözünk. Mindenkinek más a karmája de mindenkinek ugyanaz a buddha természete. Mindenkinek más a házi feladata, de mindenki tud a másiknak segíteni, hogy megoldja. És ez a hatalmas univerzum, amit tapasztalunk magunk körül, ez a régi ázsiai szemlélet szerint a dégi, a nagy energia. Miért? Mert sokkal nagyobb nálunk. Tehát az egyén mindig kisebb lesz, mint a világegyetem, akármit gondol magáról, és előbb-utóbb rájön, hogy akármennyire szeretne a világon uralkodni, inkább saját magán kéne. És a dégi és a Vongi között van kapcsolat. Ezt hívják üres energiának, ez a lélegzeted. Koreaiul Kongi. És az az érdekes, hogy amikor a helyes gyakorlatról beszéltünk, akkor minden technikai instrukcióban szerepel, akármilyen iskolába menj meditációt tanulni, a lélegzet figyelése, mint alaptechnika. Van olyan hely, ahol itt meg is állnak, hogy figyeld a testtartást, figyeld a lélegzetet, és kész. Akármi történik a tudatban, teljesen mindegy, engedd el, mert ami jön és megy, az nem jó és nem rossz, de nem azt keressük. Nem azt keressük, ami jön és megy, mulandó, Elégtelen és feltételezködött, hanem azt, ami látja mindezt. És itt van a helyes szemléletnek óriási jelentősége, hogy ha nem ragaszkodsz a tudatban megjelenő dolgokhoz, akkor visszatérsz a látóhoz, amely ezeket látja, mint egy folyamot. És a technikák azért fontosak, mert mondjuk pohár és palack nélkül nagyon nehezen lehetne vizet inni. Még a forrás is egyfajta edény a földanyának az edénye, ahonnan kifolyik az éltető víz. Tehát a három energia, vongi, kongi és dégi ebben a pillanatban az éberség tüzében tud egyesülni. És ekkor válik egyé, ezért hívják egyesített vagy harmonizált energiának, hapki koreaiul, és aki esetleg a japán változatát jobban ismeri, ez az aiki. És a harmonizált, egyesített energia alapján nagyon sok ösvényt választhatunk. Választhatjuk a harcművészet, a meditáció, a felébredés ösvényét. Ezek mind-mind kicsit más irányok. De az egyesített energia vagy az egység tapasztalat nélkül nem jutunk messzire. Amíg a gondolkodásod és az érzelmeid identitássá válnak, és ragaszkodsz hozzájuk, és önképet gyártasz le belőlük, addig az eredeti, az üres, és a nagy kozmikus energia szétválasztódik. Ha nem ragaszkodsz a tudattartalmaidhoz, és meghaladod ezeket, akkor ezek egy év válnak. És ekkor lehet ezt a helyes szemléletet nagyon szépen gyakorolni. Ekkor a tudatod letisztul, mint a tér, letisztul, mint a tükör. Ekkor helyesen döntesz. Helyesen cselekszel. Helyesen beszélsz helyesen viszed az életedet előre. Helyesen viszonyulsz. És akkor ebből helyes gyakorlat, meditációs elmélyedés, erőfeszítés származik, és utána szépen visszafordul, és az egységtudatot megtartva a világban működik. Ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani, hogy a nemes nyolcétű ösvény és az emberi tudatállapot, energiállapot mennyire összefügg hogy ennek mi mennyire urai lehetünk, hogy ez mennyire a kezünkben van, mint lehetőség. És hogy ténylegesen tudjak segíteni a helyes szemlélet kialakulásában, most szeretnék helyes beszéddel élni, és ehhez a ti kérdéseitek fognak engem hozzá segíteni. Nagyon szeretem, hogyha a hújnengről beszélsz. Kérlek szépen, egyszer már mondtad, de nem tudtam megjegyezni, azt a történetet vele kapcsolatban, ahol a tükör és a por még nem tudott írni, stb. Ennyi maradt meg belőle. Nagyon érdekes, amit kérdezel, mert a helyes szemlélet az már nála az előtt meg volt, hogy abban az inkarnációjában bármit hallott volna a buddhizmusról, mint tanról. Egyetlen egy dolog történt az életében, amely mindent megváltoztatott, egy szerzetest hallott recitálni a piactéren. A Tang dinasztiában és itt most a 7.-8. század küszöbén vagyunk, az volt a szokás, hogy a szerzetes a piac télen recitált mondjuk egy szútra részletet. Például a Gyémán szútrából, amikor ezt Huyneng meghallotta, akkor valami nagyon komoly realizációs tapasztalata volt. Megkérdezte a szerzetest, idősebb testvérem, hol tanulhatom ezt a tant? És ekkor elment az ötödik pátriárka Kolostorába, ahol mint minden szerzetes növendék először a Rishántolóban dolgozott, dolgozhatott volna máshol, őt odaosztották be. Eljött az idő, hogy az ötödik pátriárka átadja a tant. Mindenkit feljogosított arra, hogy a költeményét, amely a darmájának a képviselője, amely megmutatja, hogy milyen eléréssel bír, azt felírhassa a kolostor falára. A hatodik pátriárka, aki akkor még nem volt hatodik pátriárka, a Huineng nevet is csak később kapta. No hangja, a no az más jelentett, mint nyugati nyelveken, tehát növendék volt, és nem tudott írni-olvasni. De hallotta, természetesen, a verseny kiírását, és ahogy ez a konfuciánus társadalomban szokásos, te nem toltad magad előre, mint egyén. Te megvártad, amíg sorra kerülsz. És mindenki tudta, hogy a szerzetes vezető, ő a nagyász, és hát az ő költeményét várta mindenki. Hogy ahhoz miért, hogy hát írjam fel a sajátomat, vagy sem, mert hogyha nem vagyok jobb, mint ő, akkor teljesen értelmetlen. És Shen Sziú, a szerzetes vezető, fölírt egy négysorost. A test, a hifája, az elme a tiszta tükör álványa, tisztítsd, tisztítsd szüntelenül, ne hagyd, hogy porrakódjék rája. És akkor mindenki tapsolt. Hát ez fantasztikus. Hát, hát tisztítsuk, és akkor tiszta tükör, és az elme, és így rámutat. És hát mindenki el volt olvadva, és biztosak voltak abban, hogy ezek után Senszű lesz a hatodik pátriárk, és boldogan tanulmányozzuk a és gyakoroljuk a meditációt még egy pár évtizedig, így, ahogy az le van írva. Hui megkéri az egyik barátját, hogy idősebb testvérem, elolvasnád nekem ezt a költeményt? Meghallja, és megkéri az idősebb testvért, hogy felírnád a válaszomat rá? Ez körülbelül olyan, mint így egy szimulátorból valaki bemenne, a lufthansa és azt mondja, hogy vezethetnék egy 747-est? Beülhetnék a pilóta fülkébe, mögötted van 460 utas? Tehát körülbelül ilyen súlyú az, hogy mit akarsz? Hát alig voltál itt. Alig tanultál meg risthántólni, még nem vagy szerzetes, még világi vagy, alig löt, jött le a tojáshely a fenekedről. Mit akarsz te itt? És erre azt mondja, hújnánk, hogy hát úgy tudom, hogy mindenki kapott lehetőséget. Én is szeretnék ezzel élni, és tudom, hogy ha hibázom, akkor az az én hibám. Én csak arra kérlek téged, hogy írd föl, légy szíves. Nagy nehezen kötélnek áll a szerzetes, és a következő négy soros kerül Shen mellé. A bóthinak nincs fája. A tiszta tükörnek nincs álványa. Eredetileg semmi sincs. Hol a por? Mindenki így nézett, hogy ez, ez olyan volt, mintha ígyével leszállt volna az űrhajó. Tehát teljesen más, mint amit addig a birodalomból tapasztaltak. Eltelik az idő, napszállat környékén, ötödik pátriák a kijön, elolvassa mind a két költeményt, és huin engét a sarujával így letörli. Ennyi volt. És hogy mindenki várja, hogy majd másnap nagy eredményhirdetés, átadási ceremónia, taps, stb. És Huineng még egy kicsit elment dolgozni, azért a Rishántalóban még volt egy kis idő napnyugtáig, oda megy az ötödik pátriárka, megkopogtatja a botjával háromszor a a korlátját, és hátra teszi a kezét, és elmegy. A hátratett kéz az, az, az autoritás jele volt a legtöbb kolostorban, a mai napi Koreában ezt láthatod, hogy a magasabb rangú szerzetesek hátra teszik a kezüket és úgy mennek, és a fiatalabbak pedig előre, vagy csak oldalt. De Huineng értette, hogy miről van szó. Kilenckor volt hivatalosan mindig a záróra, onnantól kezdve már mozgás kívül nem volt, mindenki menjen a hálótermébe és aludjon, mert hajnali háromkor kelés van. A három ütés azt jelentette, hogy takarodó után a harmadik órában, éjfélkor, gyere a szobámba a hátsó kiáraton át. Hújnánk odament, megkapta az ötödik pátriárkától a buddha kasáját és a koldoló Az ötödik pátriárka azt mondta neki, menekülj majd eljön az idő, amikor szerzetes leszel, és bemutatod, hogy ki a hatodik pátriárka. Hújnánk el, hajnalodik. Mindenki gyönyörűen ott volt a darmateremben. Éneklés, meditáció, rizsfőzés, evés, munkaperiódus, akár csak most ilyen normálisabb zentermek esetében. És várták, hogy a munkaperiódus végén valaki bejelentse, hogy Átadási ceremónia reggel 10-kor mindenki jelenjen meg a Nagy Budha-teremben. Semmi bejelentés. Sőt, az ötödik pátriárka szokásától ellentétben nem jelenik meg sem az éneklésen, sem a meditáción, sem a munkán, nem mutatkozik fizikailag, még reggel 10-kor sem. Hát ez példátlan. És akkor mindenki elkezdett suttogni, hogy mi történt. Mi történt? Hogyan? És így kopogtatnak az ajtaján, hogy szunyim, szunyim, hát, hát úgy gondoljuk, hogy egy ceremóniának itt lenne a helye. Lesz? Szunya nem. Hát nem lesz tanátadás? Már megtörtént. És akkor mindenki a fejéhez kapott, hogy Hú, hát itt valami nagyon-nagyon súlyos dolog történt. Most tudni kell, hogy a kínai kolostorokban a Tang dinasztia csúcspontján, tehát már 200 éven nagyon erős ugye, buddhista hatás érvényesült, rengeteg szerzetes volt, aki katonai karmával ment oda. Szolgáltak a seregben 5 10 15 a 20 évet, elegük volt, családot már nem akartak alapítani, kolostor, és hát a fegyelem az ugye jó jött. Akkor már csak meditáció kell, lelkünket megtisztítjuk, nirvána. És volt egy-két ilyen nagyon komoly nyomkövető, akik azt mondták, hogy igen, elmenekült, na majd én elkapom. És volt egy ilyen, aki másfél-két napon keresztül üldözte, meglátta, és majdnem elkapta. A Huineng is tudta, hogy előbb-utóbb ez így lesz, és hogy látta az üldözőjét, letette a buddha táját és a kasáját egy sziklára, és elbújt. Hát hogyha az kell neki, annak a szerzetesnek, hát vigye nyugodtan. A szerzetes utolérte, ott látta a tárgyakat, hú, nagyon megörült. Megpróbálta megragadni, de azok nem mozdultak. Mint hogyha valami láthatatlan ragasztó oda kötötte volna ezeket a tárgyakat a sziklához, mozdíthatatlanok voltak. És akkor nagyon megijedt a szerzetes, és azt mondja, hogy fiatalabb testvérem, nem akarlak bántani, én a darmáért jöttem nem a tálért és a kasáért. Hát most már biztos, hogy hát ezt tudta volna vinni. Most már azért mentsük a menthetőt. És akkor húj hogy szép lassan előjött, látta, hogy nincs fegyver, nincs senki más, és akkor azt mondja az üldöző, hogy kérlek, taníts. Húj akkor ezt kérdezte. Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? És ezt hallva szerzetes megvilágosodott akkor visszakérdezte, hogy halván-e tanítást, mely lelkem mélyéig hatolt, van-e más titkos bölcsesség, amelyet az ötödik pátriárkától kaptál? Kérlek, légy a tanítóm. Erre huineng így szólt. Az eredeti tan egyszerű és világos, nincs más titkos kinyilatkoztatás, amelyet az ötödik pátriárkától kaptam. És ha így gondolkodsz, akkor mind a ketten az ötödik pátriárka tanítványai vagyunk. Menj békével! És utána Huynenk 17 évig bújdosott volt, vadászok között, martalócok között, közemberek között, és utána 17 év után a mostani kanton tartományban, egy Namwalsa nevű templomban felfedte, hogy ő ki, ott volt nála minden olyan regália, amely szükséges volt, és akkor ő lett a hatodik pátriárka már nyilvánosan is. Az első ténykedése az volt, hogy összetörte a tálat és széttépte a kasát, azt mondja, hogy ezért ne üldözzenek senkit soha többé, és őtőle származik a többszörös átadási vonal. Tehát Sákemuni Buthától Bóthidarmáig 28 generáció telt el, Bóthidarma vitte Indiából Kínába a tant, az ő első kínai tanítványa, Hui Ko lett az első kínai pátriárka utána öt generáció, és jött Huineng. Tehát addig egy úgynevezett monolineáris vonalon egyszeri átadás volt csak. És Huineng több mindenre rájött. Ha nem adja át több megvilágosodott embernek a tant, mint egy, rendkívül sérülékeny marad a tan. Most gondold el, ha éppen őt elkapják, akkor mi lesz? Vagy egy másik ember, aki megkapja a tant, hirtelen baleset éri. Mi lesz? És a hatodik pátriárka jó voltából született meg az öt nagy iskola, amely a Jodong, Dong, Soto, Im Rinzai, Wu Tzu Un és Wi An. Ez az öt iskola. És ebből az Un már nincs, a Wu Tzu az klasszikus Kínában még a szung végéig élt, és azóta nincs és rendkívül sok átadási vonal valósult meg a Soto és a Rinzai, illetve a Jodong és az Imje útján, és a mi vonalunk az a Lincsi, azaz Rinzai vagy Imje leszármazási vonala, és ezért van nálunk Koan praxis. A Sotonál történeteket olvasnak föl, de olyan interjú, mint amit az elvonulásainkon tapasztalhatsz, ahol az intuíciódat tréningezzük, olyan már csak a mi egyébként nagyon-nagyon tágra nyílt vonalunkban van, tehát több száz, több ezer templomról lehet beszélni, és nagyon-nagyon sok tucat vonal a hogy Úgyhogy Huinengnek most is a távolból köszönetet mondunk, hogy azt tette amit, azt mondta amit, és azt, hogy elérte a felébredést. Ezért a legnagyobb hála neki, és hogy teljesen megújította a tant, azt a fajta megjelenési formáját, vagy módszertanát, amelyet meg kellett újítani. A lényegen nincs mit újítani, az nem évül el soha. De hogy ő ezt realizálta, nekünk átadta, az nélkülözhetetlen. Enélkül nem ülnénk itt, és nem lenne meg az a tanítás, amelynek a négy alapelvét már nagyon sokan hallottátok, de Huynek teljesen megtestesítette nem támaszkodás az írásokra, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, a megvilágosodás egyenlő igazi önvalód per eredeti arcod megtapasztalásával, és tudattól tudatig közvetlen átadás. Ezt ő megtestesítette egy az egyben. Nem volt elég, hogy Bóthi Dharma ezt hat generációval azelőtt rendszerezte, kimondta és megélte, ez a négy alapelv az, amitől a zen zen. És bármilyen kultúrkörbe teszed, ha így működsz, akkor zen gyakorló vagy. Úgyhogy ismételten hála és köszönet neki, és próbáljunk meg a nyomdokkaiba lépni. Nem akassáért meg a tálér, az már lejárt. Tessék. Kérdésem is van, nem csak kérésem, hogy mesélj. A, nincs álvány, nincs por. Ez a szívszutrának egy egyedi meglátása? Nem. Ez a te meglátásod is. Különben nem kérdeznéd. Tehát szeretnénk azt, hogy a szútrában viszont lássuk a saját tapasztalatunkat, és ez nem rossz. De az, hogy eredetileg semmi sincs, az egy óriási hiba. Tehát a hatodik pátriárkának a négy sorosát te nevet tökéletesnek. A mi praxisunkban van egy nagyon haladó koan, a tízből egy kilences erősségű, ahol neked kell ugyanúgy fölülírnod a hatodik pátriárka költeményét, ahogy ő fölülírta a Shen Siu, a gyakorlatvezető költeményét. Miért? Az eredetileg semmi nem mondhatja azt, hogy eredetileg semmi sincs, mert a semmiből nem keletkezik semmi. Tehát mi volt az, ahonnan Huineng szavai jöttek? azt mondod, hogy semmi hiba, valami az is hiba. Tehát van itt még ám távlat, amit be lehet futni ezen az úton. Nehogy azt higgyük, hogy hújnál megállt a labda. Itt a fejlődési lehetőség. Szeretnél szútrákra támaszkodni, lehet, de utána rugaszkodj is el a megfelelő irányban. Használd a saját szemedet, saját füledet, saját tudatosságodat. Az lenne a kérdésem, hogy méreteiben és kiterjedésében mi a szanga? Mert azt már hallottam, hallgatlak, hogy az egy tanítói közösség. Tanítványi. Tanítványi közösség. De amikor leülök, még egyedül, mert ez egy másik kérdés lesz, hogy hogy indulok el, hov, hogy merek elindulni, mert olvastam, hogy hogy lehet, de nem mertem még elindulni mikor leülök, akkor úgy érzem, hogy az egész született emberiség, tanítványi közösség, de a tanítványi közösség csak az-e, aki elmegy egy zen meditációra, vagy eljön ide beszélgetni, vagy egyáltalán, hogyha eljön ide meghallgatni, már beletartozik-e valaki a szangába. Tehát mikortól, honnan tartozunk bele a szangába is, kik azok az emberek, tehát akivel találkozok az úton, az, vagy itt ül mellettem, vagy nem, nem hallott sose az erről az is a tanítványi közösség része? Mennyire ad bátorságot a válaszom neked? Hát nem tudom. Akkor nem pazarlom a szavaimat. De mire a bátorságot? Hogy egyszer elmenj a szangába. Hogy egyszer leülj más emberekkel. Hogy mert felvállalni a közös gyakorlatot, a kérdésedből kiderült, magad mondtad, hogy erre nem volt bátorságod. Nem tudom, hogy bátorságom nem volt-e, lehet, hogy bátorságom nem volt, mert így fogalmaztam, vagy nem tudom, hogy hogy induljak el. Igazából június óta hallgatlak, és nyáron gondoltam, hogy elmegyek, de nem tudtam, hogy mit bírok meg. Tehát hova kellene mennem? Az udvarhelyi közösségbe? Vagy az zentemplomba? Hány naposra? Táborba? ülésre, Nem tudom, hogy mi az, amit megbírok. Tehát nem ismerem a képességeimet, nem tudom, hogy, hogy, hogy kellene elindulnom itt. Udvarhelyi vagy? Igen. Akkor az udvarhelyi közösségbe kéne először menni. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Hát, hogyha a és a zent össze akarnád kapcsolni, akkor az egy nehéz kenyér lesz. Lehet, csak vegyél ki minden előzetes elvárást, hogy te milyen vállalkozó szeretnél lenni, és hogy a buddhista szemlélet az ugye jobb legyen mások kéne. Tehát ha ez benned van, az egy akkora akadály, hogy pillanatok alatt csődbe mész. Itt volt a nemes nyolc svény. Tegyük ezt egy vállalkozás kontextusába. Az első a helyes igényfelmérés. Nézd meg, hogy amit csinálsz, arra mekkora igény van. Utána a helyes vállalatépítés. Mennyi emberrel... Milyen munkát, milyen áron tudsz elvégezni. Helyes marketing. Informáljuk az embereket, sőt igényt teremtünk, mert felismerik, hogy tényleg szükség van rá, amit csinálsz. Utána helyes áruterítés, helyes forgalmazás, helyes értékesítés, és akkor helyes profit. Nem túl sok, nem túl kevés. Helyes visszaforgatás per újratermelés. Tehát a bruttóból mi az, amit a vállalkozásba fordítasz, mi az, amit kiveszel belőle, mi az, ami fejlesztés, mi az, ami elégedettségfelmérés. Tehát nagyon-nagyon komoly tanítás van a zenben és a buddhizmusban arról, hogy hogyan lehet helyesen gazdálkodni, helyesen vállalkozást vezetni. És ehhez egy olyasféle tiszta tudat kell, amely a materiális okot és okozatot össze tudja kapcsolni a pszichológiai ok és okozattal. Magyarul, hogy hogyan gondolkodik az ember, hogyan gondolkodik a vevőköröd, hogyan érez a vevőköröd, mire van szüksége, mit lát jól, hogy tudsz nekik segíteni, hogy jobban lássák az igényeiket, az életvitelüket. Tehát a legnagyobb bizalom akkor van egy kereskedő és egy vevő között, ha a vevő pontosan érzi, hogy a kereskedő az ő oldalán áll, hogy nem kirabolni és becsapni akarja, hanem ellátni valamivel, amely eddig még nem volt meg neki, de tényleg kellene. Tehát létezik kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat. Létezik helyes verseny. Nehogy azt itt, hogy akkor kizárod a versenyt, helyesen fogsz versenyezni másokkal. Nem csinálsz ént a sikerből, hanem átadod a sikert másnak, például a munkatársaknak. Tehát ezt hívjuk olyan folyamatnak, amelyek a ciklus tartalmát erősítik, és nem gyengítik. Tehát nézd meg, mikor megy csődbe mondjuk egy közepes sikert elért vállalat. Amikor túlterjeszkedik, a vezetőség elbízza magát, elkezdenek pénzt kivenni, sokkal többet, mint amennyi egyébként kellene, mert bizonyítani akarják, hogy ők milyen nyereségesek ekkor a munkaerő elkezd kiábrándulni, elindul egy elvándorlás, és az egész körfolyamat intenzitása csökken. Ekkora a vállalkozás hiteltelen lesz. Legjobb munkaerő megy el először. Tehát, hogyha a ciklusban benne hagyják a profitot, a vezetőség csak annyit vesz ki, ami tényleg szükséges az életvitelhez, megfelelő fejlesztés van, megfelelő energiát fordítanak a munkatársakra, helyesen mérik fel az igényeket, helyesen mérik fel a versenytársakat, és minőséggel versenyeznek, nem csak mennyiséggel. Rengeteg lehetőség van erre, két dolog szükséges. Az egyik megfelelő meditációs gyakorlat. És ez nem vallás gyakorlat. Ez a tiszta tudat gyakorlása, amely a munkahelyi kultúra része lehet, és hogyha megfelelő módon hatsz a többi ember, akkor lesz is és belátják, hogy nem megtéríteni akarod őket, hanem segíteni akarod őket, és nem csak azért, hogy jobb munkaerő legyen, hanem hogy jobb ember legyen. És a kettő nagyon összekapcsolódik. Ez a benső része, ez a tudati része, és ez elengedhetetlen, de ugyanolyan elengedhetetlen a megfelelő üzleti ismeretek beszerzése és a tanulás és normális közgazdasági ismeretek elsajátítása, nem pedig ilyen fantazmagóriák a különböző ilyen puha kötésű könyvekből. Tehát a külső és a belső letisztultság, az ok és okozat megfelelő ismerete, az ön és a más összekapcsolása, ezekből fantasztikus dolgokat lehet csinálni. Úgyhogy nézd meg, hogy ezeket a paramétereket hogyan tudod magadban észrevenni, áthagyományozni, másokat motiválni erre, és az eredmény önmagáért fog beszélni. És akkor el fogják hinni az emberek, hogy az integritás, a hitelesség és a sikeresség, ezek együtt járnak. És nem kell rossz embernek lenned, magadat meghazuttolnod kiforgatni a lelkedet a magvaiból azért, hogy te pénzt csinálj. Pedig nagyon sokszor erre gondolunk. Hogyha gazdag, akkor korrupt. De ez nem így van. Van ilyen is, és van olyan is? Az egyik kérdésem az lenne, hogy nem tudom, az egyik problémám az, hogy a ragaszkodás, meg az elengedés szerintem a kettő együtt jár, és hogy ezt hogy lehet. Együtt te? De mennyire? Ezek ugyanazok? Egy... Nem. Nem tudom. <gül> Jó. <gül> és hogy valahogy meg szeretnék ettől ügy. Mert hogy úgy valamikor ragaszkodok helyzetekhez, és nem tudok elengedni érzéseket, és hogy ezt így rájöttem, hogy nem kéne ezt így csinálni, csak nem tudom, hogy nem kéne csinálni. Hát nem vagy egyszerű eset, hallod. Bemutatom. Most megragadtam a botot. Most elengedtem, és a kezem szabad. De hogyha én nagyon megszerettem a zen botomat, hogy az én botom, az én botom, a drága szágom, my precious, akkor nem fogom elengedni még akkor sem, hogyha innom kéne. Pedig a bottal a kezemben nem tudom megfogni a poharat. És az emberek ilyenek. Ilyenek vagyunk. Én is, hogy ragaszkodom ahhoz, amit szeretek, amivel azonosulok, és így nem tudok tovább lépni, pedig visszatérhetnék hozzá például azt, hogy leteszem, mert megkülönböztetöm a tudatot a tárgyától, a kezemet a tárgytól, magamat a gondolattól és az érzelmektől, és bátran a kezembe veszem a poharat és iszom. Az első probléma, az ember, amikor rátalál arra, hogy ő mitől érzi jól magát, akkor elkezd nagyon ragaszkodni ahhoz. És a ragaszkodástól egyre rosszabbul érzi magát. Amikor rájön arra, hogy valójában nem kéne ragaszkodni semmilyen tudattárgyhoz vagy lélektartalomhoz, akkor boldogan leteszi mindazt a karmát, amitől addig úgy gondolta, hogy boldog lesz, de mégsem. És akkor megtapasztalja a szabadságot a tárgyatlan, tiszta tudatot, amit itt az üres kéz jellemez. És akkor elkezd a szabadsághoz ragaszkodni. A jó buddhista néha azt hiszi, hogy ragaszkodjunk az ürességhez, és akkor nirvána rögtön. Igen, ám. Csak akkor meg kéne fogni a botot, és nem tudom. Mert bennem van a gátlás, hogy én nem akarok többet ragaszkodni. Nem akarok többet csapdába esni. Nem akarok semmiféle Helytelen dolgot cselekedni, helytelen beszédet kiejteni a számon. És akkor szeretnék inni, csak annyiba kerül, hogy megfogom a poharat, de nem merem. Vagy nem akarom. És azt mondom, hogy nem tudom. Pedig szomjas vagyok. Itt a pohár. De ragaszkodom a szabadsághoz, és nem fogom meg. Nem iszom. És az emberek így halnak szomjan a forrás partján. Mert ragaszkodnak valami ideához ami számukra a szabadságot jelenti, pedig csak az ürességhez ragaszkodnak. Tehát mind a kettőt tudni kell, hogy micsoda. Mikor vagy szabad, és mikor kötődsz. De nehogy azt hit, hogy az egyik jobb vagy rosszabb, mint a másik. Mikor, melyik helyes. És ekkora megfelelő irányban mész. Az irányvétel nagyon fontos. Milyen életet akarsz élni? ez fogja eldönteni, hogy milyen kapcsolatokat válasz föl. Milyen élethelyzetet teremtesz. Milyen munkát válasz. És akkor nem ragaszkodsz semmihez sem, mert az életeddel valami nagyobbat szolgálsz. Valaki többet, mint csak önmagad. Ezt legtöbben a családban szoktuk megtalálni. De hát azért mehetnénk ennél tovább is. Nem esíthetnénk a karmát egy kicsikét, ugye mélyebben és tisztábban is. Úgyhogy nézd meg, hogy valójában merre szeretnél menni, és azt is, hogy a cselekedeted, a beszéded, a gondolatod és az érzelmeid mennyire szolgálják ezt az irányt. És ezek azok az idatlan törvények, amelyeket tényleg meg kéne tartanunk. Az egyik ilyen visszatérő motivumom, hogy nem tudom, hogy mi a helyes irány. És szerintem elég sok ember van ebben, hogy. Maradjunk meg... nálad! Mit szeretnél? Ne nekem mondd meg, majd magadba szépen tisztáz le. Mit akarsz? És hogy ne csak vágyból meg egyébből álljon ez az egész irányvétel, azt javaslom, hogy tanuld meg az emmeditáció alapjait, és egy olyan kérdéssel dolgozz, amely belül felnyitja ezt a kis Pandora szelencéjét, és rájössz, hogy valójában mi a dolgod. Az, hogy te mit akarsz, mit szeretnél, az egy másodlagos vagy származtatott kérdés, de hogy a lelked legmélyén mi a dolgod, miért vagy itt, miért születtél meg, miért élsz, ez rendkívül fontos, és ez sokkal mélyebb dolog, mint az, hogy most éppen mit akarok, vagy mit szeretnék, mert hónap lehet, hogy már más. Mi a dolgom itt? Az nem nagyon változik. Tehát zen meditáció mi a dolgom minden belégzésre. És a kilégzéssel engeded, hogy a tudat a felszínre dobja azt, amit éppen akkor a felszínre dob. És ne nyúj hozzá ehhez a folyamathoz, csak tartsd meg. És egyszer csak a sok-sok uszadékfa között ott lesz valami, amit nem viszel a víz. És akárhányszor teszed fel a kérdést, és nem minősíted a választ, nem alkotsz ítéletet a tudattartalmad fölött. Magad fölött, mások fölött. Tehát úgy tartod a tudatodat tisztán, mint a tér, tisztán, mint a tükör, és a válasz mégsem mozdul el. Látszólag magától oda nőtt a kérdéshez. És hogyha így tartod napokig, és nem megy el onnan, akkor az a dolgod. Viszont ezt ki is kell próbálni odakint. És hogyha tényleg a tapasztalat visszaigazolja, akkor arra az útra rá lehet lépni, sőt rá is kell, mert akkor a lelked azt hiszi. És ez nem hiedelem, ez egy nagyon mély meggyőződés. Lehet küldetés, tudat, életfelfogás, te sem mindegy, hogy hogy hívod. De azért kell követni, mert ott van az energiád, abba teszed bele az erőt. Tehát a hit nem csak hegyeket mozgat, a hitünk az minket mozdít a megfelelő irányban. De ha a tudat nem tiszta, ha ez nem meditációs folyamatban látod. Hogyha a tudat terét nem pakolod ki a különböző felesleges tárgyaktól, akkor a tükör még torz, és akkor helytelenül látsz. És akkor nem a megfelelő válasz szegődik a kérdés mellé, hanem csak valami vágy vagy dű alapú dolog. És akkor hibázunk. Akkor szenvedünk. Akkor szenvedtetünk. Hogy gondolhatom én ezt, hogy tényleg ez az élet irányom? Ekkor még nagyon a kezdetén vagyunk az egésznek. Nagyon sokszor, amikor a három hónapos elvonulásról beszélek, akkor azt mondják az emberek, hogy nekem nincs három hónapon meditálni. Igen, van olyan 80-90 év az életben. Nem lenne érdemes egy kicsikét úgy belül megnézni, hogy tényleg mi a dolgom? mielőtt úgy nagyon belelovalnám magam, vagy ha már megtettem, akkor egy picikét megállítom a szekeret, és megnézem, hogy merre mutat a rúdja. Úgyhogy nem muszáj rögtön három hónappal kezdeni, lehet három nappal, egy héttel, három héttel, tessen mindegy. De valamiféle benső felismerés kell. Ehhez az energiát befelé kell fordítani, belül kell föltenni a kérdést, és le kell tisztítani azt a látóteret, amelyben a válasz megjelenik. Tehát ez munka, és belül elvégzett munka, és később az eredmények vagy visszaigazolják, vagy pedig megcáfolják, és egy újabb kör kezdődik. Úgyhogy ezzel érdemes foglalkozni, mert ebben a felállásban, ebben a testben, ezzel a lélekkel egy életünk van. Nincs több. Tessék megbecsülni. Nincs vesztegetni való időnk. Soha nem tudod azt a percet visszahozni, amit elpazaroltál. Más se tudja visszaadni neked. Ezért legyünk tudatosak. Egyéb kérdés? Itt az előző válaszban elhangzott egy olyan ö, rész, hogy belső felismerés. Miért van az, hogy a gyakorlás során nagyon sok apró felismerés van, nagyon örülök nekik? de nem tudom megtartani. Van vele dolgom, vagy egyáltalán, így, ahogy szoktad mondani, beúszik. Nem is tudom másképp elmondani, ez, ez se helyes. És örülök neki, és nincs. Annyira nincs, hogy mire végzek egy, egy rövid gyakorla, gyakorlással, akkor már majdnem semmire nem emlékszem, tíz perc van semmire. Látsz néha vándormadarakat, ugye? Igen. Aggódunk azért, mert elmennek? Nem. Tudjuk, hogy visszajönnek, amikor eljön az ideje. Ezek a felismerések olyanok, hogy a tudat felszínére kerülnek, csillognak, örömmel töltenek el, kérdéseket válaszolunk meg velük, és látszólag eltűnnek, és nem emlékszünk rájuk. Ezzel nincs semmi baj. Ezek lementek a tudattalamba, helyükre kerültek, és amikor a külvilágban is eljön az ideje, és a megfelelő helyzetben vagyunk, majd akkor megjelennek. Az lenne a hiba, hogyha állandóan emlékeznénk ezekre a meditáció végén. Mert ez pontosan a ragaszkodó tudat, a tartogató tudat, ez gátolná meg azt, hogy tisztán lássunk, tisztán halljunk, tisztán gondolkodjunk, tisztán érezzünk, beszéljünk és cselekedjünk. A meditáció eredménye akármilyen mulandónak tűnik, az nem múlik el. Ezt szoktam úgy mondani, hogy az a ló, amelyik egyszer csak a szabadságot megszagolta, az már másfele nem megy. Tehát a tudat, hogyha az éberség irányába elindult, és a gyakorlat tényleg elkezd működni, más már nem fogsz akarni. Nem fogod újra alámeríteni magad a téves nézetek mocsarában. Nem fogsz újra olyan kötöttségeket teremteni, amelyektől ugyanúgy vagy jobban szenvedsz, mint korábban. Tehát enged, hogy ez a körforgás ez természetesen megvalósuljon és a zenben, ugye, mivel az intuíciót fejlesztjük, ezért pontosan ott és akkor fognak ezek az eredmények eszedbe jutni, vagy tanulságok, meglátások, amikor arra szükség van. Nyugodtan hagyd a tárban, amíg ez nem következik. Hogyha egy nagy fájdalom hatására nagyon-nagyon határozottan úgy döntöttem, tehát úgy jött belőről, hogy ebből az életből nem lépek ki úgy, hogy ne végezzem el az, azért azt a miért jöttem. De még egyáltalán nem látom, vagy nem vagyok biztos benne, hogy hogy van, hogy miért jöttem. Akkor, hogyha ez az elhatározás nagyon erős volt, akkor én ezt meg tudom elcsinálni. csinálni? Úgyhogy nem látom, hogy merre vezet. Csak ez a, ez a döntés nagyon erős volt olyan vagy, mint az az építési vállalkozó, aki először a levegőbe építené a ház tetejét. Utána a szaruzatot, utána a talpszelement, utána az oszlopokat, utána a ház alapját, és akkor beköltözne. Tehát azt mondod, nem fogsz addig kilépni az életből, amíg el nem végezted azt, amiért itt vagy de még nem tudod, hogy miért vagy itt. Igen akkor tegyük be egy kicsit a hűtőszekrénybe ezt a nagyon-nagyon forró elhatározást, és nézzük meg, hogy miért vagyunk itt. Miközben a mindennapi életet pillanatról pillanatra helyesen éljük. A mai darma beszéd elején hallottál a nemes nyolcrétű ösvényről. Mindegyik darabja úgy kezdődik, hogy helyes. Tehát a helyes felismerés, helyes életvitel, helyes erőfeszítés, ez azt feltételezi, hogy ebben a pillanatban a tudatod tiszta. És éppen ezért nem kell most ilyen hatalmas küldetés tudatban gondolkodni. Csak azt, hogy a mindennapi élet feladatait megfelelő módon végezd el. És ebből rengeteg van. És nem kell a nagy küldetésre gondolni. És amikor az élet egyszerűsége és harmóniája beáll, akkor azt látod, hogy van szabad időd. Nem veszítjük el az időt különböző felesleges bonyolultságokkal. És ekkor van időd a lelked mélyére nézni. Van időd megtalálni, hogy pontosan miért vagy itt. De egyébként, hogyha az emberi kapcsolataidat megnézed, hogyha az élethelyzetedet megnézed, az elvégzendő feladataidat megnézed, abban már a korábbi karmád mind kódolva van. És abból, ki tudod találni, hogy mi a dolgod. Viszont a lélek mélyére leásva ezzel a kérdéssel, hogy mi a dolgom, ezzel nagyon-nagyon jól irányt magadnak. És megtalálhatod a választ. Ne tegyünk fel olyan kérdést, amely végtelen ciklusba küldi a tudatod. Például, miért? Miért vagyok én ilyen? Hát azért. Tehát a miértek, azok összeállnak ilyen különböző oksági láncolattá, és előbb-utóbb észreveszed, hogy magyarázkodsz. Megmagyarázzuk magunknak, hogy miért vagyunk ilyenek. És ezek a magyarázatok az önfelmentéstől kezdve az egyéb horrorisztikus önminősítésekig, ítéletalkotásokig mind bennünk vannak. Hogy ezért nem teszünk föl mérteket, mert az ok és okozat törvénye már világos. Csak látnunk kéne, és megfelelően használni ezt. És ezért inkább a mi, illetve a ki, ez a kérdés kezdete. Tehát mi a dolgom? Vagy hogyha kapcsolati űr támad az életedben, ki a párom? Ezeket nagyon komolyan belül művelni lehet, és a tiszta tudat tükrében meglátod a választ. És akkor sokkal nagyobb hittel, sokkal nagyobb energiával tudod a kérdésed elején megjelenő fogadalmadat végigvinni, hogy ami a feladatom, azt ebben az életben elvégzem lásd meg, hogy mi az. És akkor meg tudod csinálni. Az eredeti energia, az az a vongi, amiről beszéltél, ez mennyire pótolható, és mennyire nem? És ha igen, hogyan? Ha nem, akkor az nem érdekel, hogy hogyan nem. Pótolható, de sohasem száz százalékig. Ha száz százalékig pótolható lenne, akkor halhatatlanok lennénk. Tehát azt vegyük észre, hogy az életben a test és a lélek összekapcsolódik, és mivel testben él a lélek, a test változásainak alá van vetve, ha felébred vagy feljebb ébred, akkor ezek a változások nem határozzák meg, nem okoznak szenvedést, de mégis keresztül mész rajta. A vongit azt általában étkezéssel, alvással, egyéb érzékszervi hatásokkal tudjuk pótolni. Ezek az úgynevezett hormonvezérelt döntések. Tehát mitől érzem jól magam, mitől kapok több energiát, kitől kapok több energiát, kitől érzem jól magam, stb. Az emberek ösztönösen ennek az energiának a csúcsra, járatására törekszenek, amely például az öröm, kielégülés, beteljesülés, siker, egyebek. Ekkor érzed azt, hogy a világot el tudnád hordozni a két kezeddel, hogy éppen repülsz a levegő égben, holott te valójában itt vagy a testben, hogy a gravitáció törvényei nem érvényesek rá, stb. stb. Ezek a megemelkedett energiállapotok. Igen, ám csak hogy ezeket mind külsőleges hatásra, vagy egy benső alkímiára alapozva érted el. És amikor ezek elmúlnak, akkor az energiaállapot is csökken. És egy idő után nem tudod a test öregedését megállítani. Vannak olyan iskolák, amelyek erre gyúrnak, és ezeknek mindig csalódás lesz a vége. Tehát, amikor az alvás, evés, örömszerzés és egyéb már nem tudja csúcsra járatni az embert, és egy bizonyos X fölött már nem, akkor rá kell jönni, hogy minden, ami megjelent, az el is fog tűnni. És pótold addig az energiádat, ameddig lehet, de ne pusztán saját magadért. Mert abból állandó csalódás és frusztráció lesz. Sőt, elszigeteltség, magányosság, és utána egy ilyen keserű életuntság lesz, hogy én tökéletesen akartam, és tökéletesen óvtam magam, és feltöltöttem az energiámat, de mindig csak 99%-ig, ami másnap már csak 98 és 97, és érzem az idő visszaszámlálását, és meg fogok halni. Ez egy nyomorult állapot, amikor csak a saját magadra gondolsz. Ha elkezded ezt az energiát megforgatni a környezetben, hogyha másnak átadod és mástól kapod, akkor egy egész más viszony fűz téged a világhoz és a másik emberhez. És látod azt, hogy te nem fogsz örökké élni, de van egy olyan lényeg, amely az utat megmutatja, hogy hogyan adjuk át generációról generációra, például a felébredés tanítását. És így boldogan az út egyik lépőkövévé válunk. A család életben a generációk egymásra következése, a nevelés és a tanítás feleltethető meg ennek, és a szülők része azt gondolja, hogy a gyerekében ő tovább él. Ez egy bizonyos mértékig igaz, de sosem annyira, mint ezt a szülők szeretnék. Tehát nincs úgy öröklődése, hogy ezt az ember gondolná vagy szeretné. Olyan van, és arra nagyon szükség van, hogy az önálló lélek leszületik apuhoz, anyuhoz, testvérekhez, rokonokhoz, és beindul az adok-kapok, a nevelés, tanítás, tanulás. És bizonyos karmájából leszedek a gyereknek, más karmájához hozzáteszek, bizonyos magvakat elültetek, bizonyos gyomokat kiveszek. Ez nagyon fontos. De annak a léleknek, aki leszületik hozzád, önálló útja van. Nem az lesz, amit te szeretnél, hanem az lesz, amire ráébreszted őt. És ezért a szülőknek a legnagyobb feladata, hogy a gyereknek a tiszta tudatosságát elősegítsék, az összes többi segítség mellett, ami a nevelés, felkészítés az életre, és a lehető legmagasabb szintű munkavállalás, amit ugye nagyon sok módon lehet segíteni. Tehát a vongi, az eredeti energia az egyén szintjén véges, de a generációk szintjén teljesen kifogyhatatlan. Az emberiség több százezer éve van itt, mint homo sapiens. Ha jól csináljuk, akkor még egy pár tízezer belefér. Ha nem csináljuk jól, akkor már pár évszázadunk sincs. Nézd meg a Földet, hogy mit csinálunk vele. Mit csinálunk a Föld eredeti energiájával, mint erőforrások, mint légköri tisztaság, mint az elemeknek az együttműködése, mint Föld, fém, fa, tűz és víz. Ebben az esetben a Földnek a legnagyobb problémája a homo sapiens. Hogyha mi energiánkat a Föld energiájának kárára szeretnénk föntartani, holott együtt kéne működnünk a Földdel, megérteni a törvényeit, meglátni a működését és ezzel egyé válni, ezért a dg való egyévállás az elengedhetetlen. És ez le kell bontani azt a falat, amely a mi saját egoitásunk, mint egyén, mint család, mint csoport. Úgyhogy a vongire való rákérdezés, ez nagyon messzire vezet. De leginkább arra, hogy te, mint egyén, nem sokáig húzod. Nagyon rövid az a 80-90 év, néha még annyi sincs. Honnan jössz és hová mész? Kitől kaptál és kinek adsz? Mi az, amit kaptál és mi az, amit átadsz? Ez rendkívül fontos, és ekkor van egy olyan folyamatosság, amely meghalad téged, mint személyt. De te, mint személy, szerves és elengedhetetlen része vagy, és így válunk az úton egy kőtáblává, egy olyasféle burkolattá, amire mások alapozhatnak, és rá is lépnek. Nem fog fájni. Visszatérek akkor erre a kérdésre a földre, és augusztusi egyik előadásodban pont azt mondtad, hogy a közösségek lehetnek a megoldás arra, hogy azt a rosszat, amit a földanyával teszünk, valahogy kompenzáljuk, vagy helyrehozzuk, vagy nem tudom, már helyre lehet -e hozni. Az én kérdésem az az, hogy én, mint egyén, hogyan tudom segíteni a közösségemet? Példaadással, helyes élettel, elég -e ez? Helyes életvitel példaadás az alapszinten elég, ez biztos. De megfelelő közösségbe kell csatlakozni, ahol tényleg azt látod, hogy a te irányvételed és a közösség irányvétele az átfedést mutat. Tökéletesen sose lesz azonos. Megfelelő kompromisszumokat kötce, ez is nagyon fontos. Magadból, ha lejjebb adsz, a közösségből mi lesz. Természetes, hogy a példaadás és a helyes életvitel az nélkülözhetetlen. De a hatékonyság és a cselekvés az ugyanolyan fontos, sőt, ha megnézed a mostani folyamatokat, kezdünk kifutni az időből. 7,3 milliárd ember van a bolygón, jelenleg 2,5-3 földnyi fogyasztásunk van. Nem fogja bírni a környezet. Földanya, földapa, azért az apukákra is azért gondoljunk. A föld, ami gyönyörűséges bolygónk. Tehát olyan mértékben tettük tönkre a faunát és a flórát, hogy mostantól kezdve, ha csak azon dolgozna az egész világ, hogy restauráljuk a környezetet, lehet, hogy már akkor sem lenne időnk helyrehozni hatalmas szenvedések nélkül. De mégis meg kell próbálni. Mégis fel kell ébredni. Mégis cselekedni kell földön, vizen, levegőben ahhoz, hogy a gyerekeink és az unokáink ne átkozzák a nevünket. Hogy ne mondják azt a sírunk fölött, hogy ti tettétek ezt. Ti voltatok azok, akik szándékosan elhanyagolták a problémát, akik csak vártak valamit, és nem tettek semmit, akik még gyökerében elfolythatták volna a problémát, de nem tettük, mert az újraválasztásunkról gondolkodtunk, a költségvetésről gondolkodtunk. 70-es évek óta tudjuk sziklaszilárdan, hogy nagy baj van. És nagyon sok fordulóponton keresztül mentünk már, és még mindig nem tanultunk. Mennyi katasztrófa kell? Mennyi szenvedés kell? Mikor nyílik ki a tudat, és mikor érez a szív őszintén? Ezt az inger küszöböt, mint embercsoport, mint homo sapiens, még nem értük el. Az igazi kérdés, hogy meg lehet ezt-e úgy változtatni, hogy ez a képzeletbeli repülőgép, amely az emberiség egészét jelenti, ne álljon bele a földbe, hanem még szépen föl tudja húzni a kormányal az előtt, hogy beleállna a sziklába. És ez minden egyes ember döntésétől függ. Mindannyiunkra szükség van. Éberséggel, bölcsességgel, együttérzéssel, önzetlenséggel. És ekkor lehet segíteni. Úgyhogy hatalmas szerepe van annak, amit mondtál. Azt szeretném megkérdezni, hogy a, a tudatos álmodás mennyire elkapcsolatban a zen meditációval? Ha a zen meditációt gyakoroljuk, akkor könnyebb elsajátítani a tudatos álmodást? A tudatos álmodás specialistái a tibeti gyakorlók. A tudatos ébrenlét specialistái inkább a zen gyakorlók. Na most viccet félretéve, mert különben megköveznek, tudom, a tudatos álmodás vagy ébrenlét ugyanabban a tudatban történik. Ezt nagyon fontos tudni. Amikor a mi ez kérdésről beszéltem, akkor a teljes kontextust érdemes tudni, tehát ülve, állva, járva, fekve, csendben, beszédben, cselekedetben és nyugalomban, álomban és ébrenlétben, testben és testen kívül egyaránt, megszakítás nélkül mi ez? Magyarul tartsd meg az éberséget, a tiszta tudatot ebben a 12 állapotban most ez ennyi volt. Ez nagyjából lefedi az emberi élet és halál körforgását azokat a megjelenéseket és eltűnéseket, amelyeken keresztül megyünk, legyen az egy 24 órás ciklus, több évtizednyi, vagy több életnyi. Ez azért elég szép. Tehát legyél tudatos és éber a mindennapi életedben, gyakorolj helyesen, csak az álmok is éberek lesznek, de ezt ne sportból vagy egyfajta álomszámoló bajnokságból számold, hanem tartsd meg azt a tudatot, amely mindig a felébredés útját járja. És viseld el azt, hogyha éppen nem álmodsz semmit. Mert a meditációnak és a nappali világos ébességnek van egy olyan hatása, hogy amit korábban álomban dolgoztál föl, azt már feldolgozod ébren, és nem viszed be az álomállapotba. Ugyanis nagyon gyakran olyan álmaink vannak, amelyek a meditáció hiányából, az éberség hiányából keletkeznek. Tehát beviszed az álomállapotba a feldolgozatlan karmát, és akkor ott kezd el kergetni a bika, és ott kezdesz el mozit nézni, és ott repkedsz különböző helyzetekben, holott azt már rég nappal az éber állapotban megfelelő helyzetfelismeréssel, kapcsolatteremtéssel és cselekvéssel már ki tudtad volna rakni magadból. Vannak olyan problémák, amelyek tényleg a tudattalamból másznak elő álomállapotban, és akkor ha az tudat éber, megfelelő választ tudsz adni rá. Aki például mantra folytat, az tapasztalhatja, hogy egy a rusnya nagy dinoszaurusz a ragadozóbbik fajtából előjön úgy hajnali kettőkor, és akkor beindul rá a mantrád. És eltűnik vagy egy pici kis pillangóvá változik, és rászáll a válladra. Tehát az éberséggel, a tisztánlátással át tudod alakítani az álmodás folyamatát. És végül, ami a legfontosabb, hogy vannak nagyon világos és jelzésértékű álmok, ezek ilyen nagyon rövid klipnek tűnnek, de a tartalmuk elképesztően mély. Ha nem éber az álom, és nem elég tiszta a tudat, akkor ezeket nem tudod áthozni az ébrenlétbe vagy ha mégis már a fogmosás végére teljesen szétfosztanak. Pedig ezek jelzésértékűek, ezeket látni kell, ezek útmutató álmok. Úgyhogy nagyjából ez a három fajta van, és azt hiszem, hogy az éberséget ugye, ne csak állomállapotban, hanem a nappali testben lévő tevékeny állapotban is gyakoroljuk. És úgy jó lesz. Jó? Még lenne ehhez kapcsolódóan egy kérdésem. Vannak, nagyon sok olyan helyzetben van részem, hogy uh, úgy érzem, hogy egy ilyen csendéletet, vagy bármilyen helyzetet pont ugyanúgy én azt már megálmodtam. De nagyon-nagyon-nagyon sokszor történik velem ilyen, és olyan ijesztő. Ijesztőt szoktál álmodni csendéletként? Nem, nem, a, nem ijesztő, vagyis nem a helyzet maga, hanem az, hogy még egyszer látom pont ugyanazt. És hogy én ezt megálmodtam. Ez sokszor előfordul veled? És még mindig megijedsz tőle? Hiszen semmi bajod nem lett. Hát, igen. Jó, akkor nézd meg, hogy hányféle tudatosságunk van. Van az öt fizikai érzékszervünk, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. A keletiek a fogalmi gondolkodást is egyfajta érzékszervként fogták föl, ez a hatodik. Hetedik a megkülönböztető tudatosság, és a nyolcadik a tárház tudat. Ezt már jó páran hallottátok, a részleteket vissza lehet nézni más tanításokból. De ami itt nagyon fontos. hogy A tárház tudatodban elraktározod az álmot, és amikor a napali tevékenységed megvalósul, akkor az érzékszervek szintjén viszont látod. A megkülönböztető tudatosság azt mondja, hogy ezt már láttam, mert összehasonlítja az álomképet és a valós érzékszervi tartalmat. Átfedést mutat és felordít, hogy déjà vu! Nyugodtan ordítson, előbb-utóbb megszokja. Az a fontos, hogy tényleg tudsz az intuíciódra hallgatni, vagy csak az álomképek sorozatát látod. Van, aki meglátja, hogy balesetet szenved, de mégis belemegy a kereszteződésbe van, aki tökéletesen tudja, hogy azt a kapcsolatot aznap nem lenne szabad megrezdgetni, és mégis fölhívja, és mégis valamit meg akar oldani, pedig már belül a lélek közölte, hogy ezt ma ne csináld, inkább holnap. Vagy el akarja halasztani az aláírás, de tudja, hogy azt ma kéne, mert hogyha nem adja be, akkor késés van. És ez már bőven benne van az emberi tudatban, de a racionális tudat, az érzelmek, a félelmek, az akarat, az averzió, a különböző karmák, Meggátolják a helyes működést. Úgyhogy jó az, amikor úgy emlékeztetjük magunkat arra, hogy valójában mit kell tenni. A Dézsevükkel semmi baj. Ne ijedezzünk tőlük, hanem használjuk fel valami helyesre. Szóval az egyik dolog, hogy az emberi akarat erő, ami szabályozza az embernek a fizikai képességét is, hogy a munkát, stb. Mi szabályozza, hogy egyszer gyengül, egyszer erősödik, egyszer így, egyszer úgy, és ez befolyásolja például, hogy a, az embernek a bizonytalansága, mikor gyengül, akkor már veszíti a bizalmat saját magába. Így van. A hite szabályozza Marci bácsi. Mennyire hiszek abban, amit csinálok, ugye? A munkámnak az eredményét, mennyire látom szívesen, Mennyire tudom továbbadni másoknak? Ha az ember csak saját magáért dolgozik, ami most nem áll fenn, mert ismerem az életét annyira, hogy bizton mondjam, nagyon sok ember kapott segítséget. Nagyon sok embernek az életét segíti Marci Vácsi azzal, ahogy dolgozik és ahogy él. Tehát a hit és az eredmény együtt, ez határozza meg, hogy mennyire erősen akarom a következő munkafázist, a következő munkanapot, Úgyhogy használjuk a szemünket, használjuk a fülünket, lássuk meg a visszacsatolást a környezetből, és belül lássuk meg, hogy mennyire hiszünk abban, amit csinálunk. És itt senki más, semmi más ne alkosson ítéletet. A saját tisztánlátásunk legyen az, amelyik a végső szót kimondja, hogy ezt akartam, ezt tettem, ez lett az eredménye. Ezen az alapon el tudom dönteni, folytassam, abba hagyjam, változtassak rajta, vagy valami teljesen újat kezdjek. Mindenkiben megvan az a lehetőség, hogy az okot és az okozatot felismerje, hogy az akaratát helyes irányba fordítsa, és akkor megfelelő hittel és elhatározással bírunk. Ekkor az utolsó leheletünkig erős akarattal és hittel tudunk élni. És ez nem valami idea, vagy pusztán elgondolás alapú. Ez tapasztalati alapú. Tisztán látjuk, tisztán halljuk, tisztán érezzük, és ezért tisztán gondoljuk is. Kívánom azt, hogy mindannyian járjuk a felébredés útját. Kívánom azt, hogy tiszta tudattal, megfelelő akarattal és igaz hittel éljünk ebben a világban. Ekkor tudunk segíteni magunkon és másokon ezen a világon egyaránt. Köszönöm a figyelmet!